Állítólag butának nevezte David Beckhamet az új-zélandi miniszterelnök. John Key egy bizalmas beszélgetés során jelentette ki az ominózus mondatot, amelyet a brit sajtó azonnal felkapott. Az angol szupersztár focista sajtósa viszont úgy reagált, hogy az ügy nem méltó arra, hogy kommentálják. Nem győzött magyarázkodni az új-zélandi kormányfő az állítólagos kijelentéseit firtató kérdésekre. A televíziós interjúban a műsorvezető azt kérdezte tőle, növekedni fog-e a népszerűsége amiatt, hogy David Beckhamről egy bizalmas beszélgetés során kijelentette, hogy buta. John Key nem cáfolta, hogy ezt mondta volna, csak annyit mondott, hogy nem megy bele a vitába. Szerinte valaki hallani vélt valamit, és ezzel lezárta az ügyet. Key 2008-ban találkozott személyesen az egykori angol válogatott labdarúgóval, amikor Beckham a Szigetországba látogatott. Erről a találkozóról beszélt nemrég főiskolásoknak, akiknek állítólag azt mondta, hogy Beckham nagyon jó képű és rendkívül kedves, de, idézem, buta mint a denevér szar. Az állítólagos idézetet gyorsan felkapta a közösségi média, ahol Key számos megszólalása az élcelődés célpontja lett már.